Én nem szeretkezek. Én keményen baszok. Szent szar! Nem! Csodásan nedves vagy. Istenem, de kiválok. A díjas mi nyilvána? Basszál szájba! Szentséges basszantyú! Most pedig megbaszlak, misztil. Jó, jó estét, misztil. Szeklató! Nem vagyok nekrofil. Kísértettél, ugye? Szia, Christian! Dugtál az éjjel? Híreim vannak, szia! E.L. James. A szürke 50 árnyalata. Tizennyolcadik fejezet. Dr. Green magas, szőkenő, makulátlan királyi kosztümben. Azokra a nőkre emlékeztet, akik Christian irodájában dolgoznak, mint egy mozaik kép, ő is Stepford szőke. Hosszú haját elegáns konyba kötötte. A 40-es évei elején járhat. Mr. Gray? Rázza meg Christian kinyújtott kezét. Köszönöm, hogy ilyen hamar Stroke-ot kapott Christian. Még nincs meg teljesen a karakter. Kicsit át kell lényegülni. Igen. Köszönöm, hogy ilyen hamar el tudott jönni. Mondja Christian. Köszönöm. Sokáig tartott, már 6 hiba van. Jó, hát próbálj meg hirtelen egy 40-es szőkenő lenni, bazd neked. Köszönöm, hogy ennyire megérte, Mr. Gray. Miss Steele? Rámosolyog, a szeme hűvösen méricskél. Kezet fogunk, és tudom, hogy azok közé a nők közé tartozik, akik nem viselik el a bolondokat. Akár csak két. Azonnal megkedvelem, jelentőségteljes pillantást vett Christianre, aki egy kínos pillanat után veszi a lapot. Nem teszek. Morogja, és távozik jövendő hálószobámból. Nos, Miss Steele, az meg kurva élet, de nem tudok ilyen... Milyen fordításod van, Lóri? Nem, elfelejtettem a hangját. Nos, Miss Steele, de ez nem női hang. Akkor lesz egy picsa ez is, mert ott... Lehet ez egy ilyen szigorú tanárnéni hang, tehát nem kell feltétlenül magas hangnak lenni, az, hogy nő legyen. Jó. Nos, Miss Steele, Mr. Gray kisebb vagyont fizetett azért, hogy önnel foglalkozzam. Mit tehetek önért? Egy alapos kivizsgálás és hosszas társalgás után Dr. Green meg én a mini tabletta mellett döntünk. Felírja az előre fizetett receptet azzal, hogy holnap mehetek a gyógyszerért. Szeretem ezt a nem citózunk hozzáállást. Annyira fejembe verte, hogy az már kék, mint a kosztümje, hogy minden nap ugyanabban az időpontban szedjen be. És látom rajta, hogy majd megeli a kíváncsiság, milyen a kapcsolatom Mr. Gray-jel. Nem árulok el részleteket. Nem hinném, hogy akkor is olyan nyugodt és összeszedett lenne, ha látná Christian kis kínzó kamráját. Elvörösödöm, amikor elmegyünk a szoba csukott ajtaja előtt, majd le a lépcsőn a művészeti galériába, amit Christian a nappaliának nevez. Christian a kanapén ül és olvas. Lélegzetelállító ária szól a hangszórókból. Kerin körülötte, megtölti a szobát édes, lélekkel teli dallal. Egy pillanatig olyan erősnek látszik, aztán megfordul, rám néz. Ez már nincs meg. Majd bevágom ide a bátor a gyáva kutya outronkat még 6 évvel ezelőttről. Leesett a tű a bokeditről. Igen. Aztán megfordul, ránk néz, és melegen rám mosolyog. Végeztél? Kérdezi, mint akit őszintén érdekel. A távirányítóval a karcsú fehér dobozra mutat a kandalló alatt, amelybe az iPodját tette, és a csodás dallam elhalkul, de tovább szól a háttérben. Christian feláll, és felénk jön. Igen, Mr. Gray, vigyázz rá.
Szép, okos fiatal nő. Christian meghökken. Ahogy én is. Hogy mondhat ilyet egy orvos? De talán egy nem túl rejtett figyelmeztetés lenne. Christian összeszedi magát. Az a szándékom. Mondja kedélyesen. Ránézek, és zavartan vállat vonok. Majd elküldöm a számlát. Mondja a doktor határozottan, és kezet ráznak. Jó napot, és sok szerencsét, Anna. Rám mosolyog, a szeme körül összeszaladnak a ráncok. Á, nem megnémult közben, vagy mit? Te nem van a szája, Christian, nem? Jó, a kedvenc karakterünk. Taylor bukkan elő a semmiből, hogy kísérje dupla ajtón át a liftig. Hogy csinálja ezt? Hol rejtőzik? Milyen volt? Kérdi Christian. Jól ment, köszönöm. Azt mondta, hogy a következő 4 hétben tartózkodnom kell minden szexuális tevékenységtől. Christian szája tátva marad a döbbenettől. De nem vagyok képes sokáig komoly képet vágni. Kirobban belőlem a nevetés. Megvagy! Összeszűkül a szeme, és azonnal abba hagyom a nevetést. Igazából elég vészó... Igazából elég vészjóslóan néz. A fenébe! A tudatalattim sarokban gyűszít, a vér kifut az arcomból, már látom magam előtt... hogy újra a térdére fektet? Meg vagy. Ez a soma magése volt? Kicsit úgy. Mondja, és önelégülten elmosolyodik. Átkarolja a derekamat, magához húz. Javíthatatlan vagy, Miss Steel. Mormolja, és a szemembe néz. Az ujjai a hajammal játszanak. Erősen tart. Megcsókol, én pedig izmos karjára támaszkodom. Akármennyire szeretnélek itt és most, neked enned kell, és nekem is. Nem akarom, hogy később elájulj nekem. Mormolja az ajkamba. És elbasztam a hangot. Akármennyire szeretnélek itt és most, neked enned kell, és nekem is. Nem akarom, hogy később elájulj nekem. Mormolja az ajkamba. Csak ezt akarod tőlem? A testemet? Suttogom. Azt. És a nagy szárat. Zihálja. Taylor. Szenvedélyesen megcsókol. Kedves. <gül> 240%-ra ugrottak a hangefektek. Muszáj, mert semmi nem történik. Aztán hirtelen elenged, és kézen fogva a konyhába vezet. Tántorgok. Az egyik pillanatban tréfálkozunk, a következőben a forró arcomat legyezem. Ő a két lábon járó szex. De most össze kell szednem magam, és ennem kell valamit. A háttérben még mindig szól az ária. Lóri, rád bízunk. Lóri az ária? Igen. Mi ez a zene? Ária, ami kicsit hangos. Nem hallom, micsoda, mi ez? Hallgass le! Mi a lobosz? Egy ária, Blaskers, Brazil, László. Jó, ugye? Igen. Motyogom egyetértően. Jó, elég. A reggelizőpulton két szemére van terítve. Christian salátás tálat vesz elő a hűtőből. Csirkés Cézár saláta megfelel. Hál az egeknek, semmi nehéz. Igen, köszönöm. Nézd, milyen kecsesen mozog a konyhában. Annyira jól érzi magát a testében egyfelől, mégsem szereti, ha hozzáérnek, szóval talán valahol mélyen nincs kibékülve magával. Egyetlen férfi sem sziget. Talán csak Christian Grey tűnődő. Mi jár az eszedben? Kérdezi, kirángatva az álmodozásból. Elpirulok. Csak néztem, ahogy mozogsz.
Mulatva vonja föl szemöldökét. És? Kérdezi szárazon. Még vörösebb leszek? Nagyon kecses vagy. Hát, köszönöm, Miss Steel. Leül mellém, kezében egy palackbor. Gondolatja? Sabli? Sabla? Fogam nincs, hogy kell ejteni ide. Sabla? Ledö? Ebből? Kisten stroke megint. Kérek. Vegyél magadnak salátát. Szórán gyengéden. Mondd, milyen gyógyszert választottál? Gyógyszert? Módszert. Már gyógyszert vagy módszert? Vagy módszert. Mondd, milyen módszert választottál? Egy pillanatra kizökkent a kérdés, amikor rádöbbenek, hogy Dr. Green látogatására utal. Mini tabletta. A homlokát ráncolja. És ugye nem fogod elfelejteni rendszeresen ugyanabban az időben bevenni minden nap. Jesszusom! És kérdezni a kezelő orvosodat és a gyógyszerészetet a mellékhatásokról. Jesszusom! Hát persze, hogy el fogom felejteni. Honnan tudja? Elvörösen a gondolatra. Nyilván volt egy, vagy akár több is a 15-ből. Biztos vagyok benne, hogy te emlékeztetsz rá. Bocsánat, nyertem. Még nem kell, majd az később. Ja, bocsánat, előjáték. Igen. Előre ugrott kicsit. Felelem szárazon. Kedélyes, leereszkedő pillantást vet rám. Beírom a naptáramba. Mosolyog. Egyél. A csirkés Cézár csodás. Meglepetésemre farkaséhes vagyok. Most először, amióta együtt vagyunk. Előbb végzek az étellel, mint ő. A bor friss, tiszta, gyümölcsös. Ohó, mint mindig, Miss Steel. Mosolyog Christian az üres tányérlátnál. Mosolyog Christian. Mosolyog Christian az üres tányér láttán. A szempillám alól nézek fel rá. Ugyan. Suttogom, teli szájjal. Elakad a lélegzete. Csak néz, én pedig érzem, hogy légkör köztünk lassan változik. Átalakul. Feltöltődik. Christian. Ezek a hangjefektek. Christian pillantása előbb sötét, majd parázsló, magával ragad. Christian feláll, megteszi a kettőnket, elválasztó távolságot, és a karjába emel a bárszékről. Akarod? Zihálja, s feszülten néz rám. Még semmit nem írtam alá. Tudom, de újabban megszegem a szabályokat. Megütsz? Igen, de nem fog fájni. Most nem akarlak büntetni. Ha tegnap este kerülsz a kezem közé, az másként nézett volna ki. Szent tehé! Most hogyan viselkedjem? Nem tudom leplezni a rettegést. Ne hagyd, hogy bárki is meggyőzzen az ellenkezőjéről, Anastasia. Az egyik oka, amiért a magamfajta emberek ezt teszik, az nem marad ki itt egy... bármi. Nem, haladjunk. Nekem ugyanez van. Igen. Attól még marad? Christianra adnom monologizá. Ne hagyd, hogy bárki is meggyőzzen az ellenkezőjéről, Anastasia. Az egyik oka, miért a magamfajta emberek ezt teszik, az, hogy szeretünk fájdalmat adni vagy kapni. Nagyon egyszerű. Te nem ilyen vagy, ezért tegnap este sokat gondolkodtam a dolgon. Magához von, erekciója a hasamnak nyomódik. Peng. Futom ki. Futnom kéne előle, de nem tudok. Valami mély, elemi szinten vonzódom hozzá, amit egyáltalán nem értek. Milyen következtetésre jutottál? Suttogom. Semmi erre. És most meg akarlak kötözni, és addig dugni, amíg el nem ájulsz. Készen állsz rá? Igen. Szihálom, és a testem minden porcikája azonnal megfeszül. Hűha! Helyes. Gyere.
kézen fog, és a piszkos tányérokat a pulton hagyva a lépcsőhöz vezet. Fontos volt leírni, hogy ott hagyta a piszkos tányérokat. Tényleg, enélkül nincs meg ez a jelen. Szakadt a szívem, hát megtörténik. Csak ugyan megteszem. Első istennő úgy pörög, akár egy világ... Belső istennőm úgy pörög, akár egy világklasszis baleréna, egyik piruett a másik után. Krisztián kinyitja a játszószobája ajtaját. Hátra lép, hogy bemehessek, és újra itt vagyok a fájdalom vörös szobájában. Ugyanolyan, mint volt. A bőr, a citrus, a lakkozott sötét fa illata, csupa érzékiség, a vérem forrón, rémülten kering, adrenalin keveredik bujasággal és vágyjal. Szédítő erős keverék, Krisztián finoman, de egész lényeiben megváltozott. Keményebb, fenyegetőbb. Rám néz, és a szeme izzó. Buja, hipnotikus. Amikor itt vagy, teljesen az enyém vagy. Mondja, és minden egyes szó lassú, kimért. Azt teszed, amit én jónak tartok. Megértetted? Átható a tekintete, kiszáradt a szám, bólintok. Uh-huh. Szívem úgy ver, mint ha ki akarna ugrani a melkasomból. Oké, ez vedd le a cipőd. Nyelek egyet, és ügyetlenül leveszem. Ő lehajol, fogja a cipőmet, és az ajtó mellé teszi. Helyes. Ne habozz, amikor kérek valamit. Most pedig lehámoznom rólad a rugát. Ha jól emlékszem, ezt már napok óta meg akarom tenni. Azt akarom, hogy jól érezd magad a testedben, Anastasia. Gyönyörű tested van, és szeretem nézni. Öröm szemlélni. Igazából egész nap csak néznélek, és nem akarom, hogy zavarban legyél, hogy szígyeld magad a mesztelenséged miatt. Megértetted? Igen. Igen. Mi? Fenyegető tekintettel hajol előre? Igen, uram. Így is gondolod? Csattan fel? Igen, uram. Helyes. Emeld a karod a fejed fölé. Engedelmeskedem, ő pedig lenyúl, megfogja a ruha szegélyét. Lassan húzza fel a ruhát a combomon, csípőmön, hasamon, mellemen, vállamon, majd át a fejem fölött. Hátra lépve vizsgálgat, és szórakozottan összehagyja a ruhát, anélkül, hogy levenné rólam a szemét. Az ajtó melletti nagy ládára teszi a ruhát, majd felém nyúl, megfogja az államat. Éget az érintése! Az ajkodat alaptálod! Nyögj! Te miért nyugod? Áttélem. Tudod, mit vált ki belőlem? Fordulj meg! Habozás nélkül megfordulok. Krisztián kikapcsolja a melltartómat, aztán fogja a pántot, és lassan lehúzza a karomom. A körme széle súrolja a bőrömet. Köszönöm. Lecsúsztatja rólam a melltartót, az érintésétől remegek. Igen, ezt érzem, miközben olvasom ezt a könyvet. Testem minden idegvégződése felébred. Az érintésétől remegek. Testem minden idegvégződése felébred. Mögöttem áll, olyan közel van hozzám, hogy érzem testének melegét. Belemarkol a hajamba, a tarkómnál. Félrehajtja a fejemet. Orrát a nyakamhoz érinti, belélegez. Aztán följebb a fülemnél. A hasamban összehúzódnak az izmok. Állati vágy önt el. Bocsánat, igen, a kevesebb néha több. Igen, lehet, hogy ezt ezzel nekiállunk, hogy minden egyes szóra valami szám. Igen, hát az olyan, hogy én nem hallottam, mi történik. Ja, jó, oké. Okay. Hát, és ennyit csinált, hogy...
Jesszusom, szinte még hozzám se ért. Már is kívánom. Isteni az életet, mint mindig, elesztésem. Mi a fasz volt ez? Kurva ijesztő volt. Rémálom. Igen. Fűrész 8. Suttogja, és gyengéden megcsókol a fülem mögött. Nyögök egyet. Csöndben. Mondja. Ne adj ki hangot. Hátra húzza a hajamat, és meglepetésemre nekiáll befonni. Fasz ez. Kislány volt végig? Erre senki sem számított. Igen. Shyamalan. Ki? Okay, jó. Ujjai fürgék, ügyesek. Amikor... És tényleg most befont a faját, jó? Amikor végez, összeköti egy hajgumival, és ránt egyet, hogy neki dőlök. Szeretem, ha be van fogva a haját. Lázálom. Suttogja. Miért? Elereszti a hajamat. Háki, nem. De ez nem a tudatalattia. Ami tölbetű, az... Ja, jó van. Lehet, figyelj, lehet a belső isten nevé is. Jó, ennyit, okay. Ennyit engedek. Jó van. Miért? Ezért megérte. Abszolút. Elereszti a hajamat. Fordulj meg. Utasít. Teszem, amit mond. Alig kapok levegőt, félelem és vágy keveredik bennem. Szédítő keverék? Amikor azt mondom, hogy ide gyere, így öltözködj. Csak bugyi legyen rajtad. Megértetted? Igen. Igen, mi? Fenyegetőn néz. Ez annyira jó párbeszéd, hogy ezt kétszer is el kellett sütni egy fejezeten belül. Igen. Igen, uram. Holvány mosolyra kunkorodik a szája? Ez, ennek nem tudok hangeffektet. Köszönöm. Jó, slány. A pillantása éget? Amikor azt mondom, ide gyere, elvárom, hogy oda térdelj. Egy helyre mutat az ajtó mellett. Tedd meg most. Pislogva emésztem a hallottakat, aztán megfordulok, és után letérdelek, ahogy mondta. Hátraülhetsz a sarkadra. Ezt teszem. Tedd a kezed és az alkarod a combodra. Helyes. Most tárcét a térded. Szélesebbre. Szélesebbre. Tökéletes. Nézd le a padlóra. Oda jöjj hozzám, a lába, a sípcsontja van a látóteremben. Mezítelen lábak, megkérdezdem, hát ha azt akarja, hogy emlékezzem. Ezt várjál újra, mert ezt azt hittem mást akarít mondani. Megkérdezdem, hát ha azt akarja, hogy emlékezzem. Christian lenyúl, ismét megmarkolja a cofomat, és hátrahúzza a fejemet, hogy felnézzek rá. Épp hogy nem fáj. Megjegyzed ezt a helyzetet, Anastasia. Igen, uram. Helyes. Maradj így, nem mozdulj. Kimegy a szobából. Úgyhogy a kezében van a haja? Oké. Okay. Taylor hazament? Vagy ja, még mindig ott áll. A sarokban van. Igen. Térden állva várok. Hová ment? Mit csinál majd velem? Múlik az idő. Fogalmam sincs, mennyi ideje hagyott ott. Néhány perce. Talán 5-10. Kapkodom a levegőt. A várakozás belülről emészt. És hirtelen visszatér. Valahogy egyszerre nyugodtabb és izgatottabb, mint volt. Én lehetnék még izgatottabb? Látom a lábát, farmert váltott. Ez, ami most rajta van, régi, szakadt, puha, túl sokszor mosott. Szent tehén! Nagyon dögös! Christian becsukja az ajtót, tényleg? És valamit ráfoszt. Jó kislány vagy, Anastasia. Bájos vagy így. Helyes. Állj fel. Felállok, de nem nézek rá. Rám nézhetsz. Christian áthatóan néz, méricskél, de aztán meglágyul a szeme. Leveszi az ingét. Ó, Istenem! Meg akarom érinteni. Farmerja legfelső gombja nincs begombolva.
Most megláncolnak Anastasia. Add ide a jobb kezed. Oda nyújtom a kezem, ő tenyérrel felfelé fordítja, és mire észbe kapok, rácsap a lovagló ostorral, ami eddig... amit eddig észre sem vettem. Az egész olyan gyorsan történik, hogy alig van idő meglepődni is. Még megdöbbentőbb, hogy nem fáj. Legalábbis nem nagyon, csak egy pici csípés az egész. Milyen érzés volt? Kérdezi. Zavartan pislogok rá. Válaszolj. Oké, a homlokomat ráncolom. Ne ráncold a homlokot. Pislogok. Próbálok közömbös lenni. Sikerül. Fájt? Nem. Nem fog fájni. Megértetted? Igen. Bizonytalan a hangom, csak ugyan nem fog fájni. Komolyan mondom. Jesszusom, már alig lélegzem. Olyan tudja, mi jár az eszemben? Megmutatja az ostort. Barna fonott bőrből készült, Christian szeme lángol, vidámság táncolt benne. A mi célunk az ön öröme, Miss Steel. Kizofélet. Mormolja. Gyere. Megfogja a könyökömet, és a rácshoz vezet. Levesz egy békjót, ami fekete bőrmanzsetta van. A rácsot úgy tervezték, hogy a békjó mozoghasson. Felpillantok. Szent szar! Olyan, mint egy metró térkép. Itt fogunk kezdeni, de állva akarlak dugni. Úgy, hogy annál a falnál fejezzük majd be. A lovagló ostorral a falon levő nagy fa X-re mutat. Tedd a kezed a fejed fölé. Engedelmeskedem. Olyan érzés, mintha elhagytam volna a testemet. Az események kívülálló megfigyelője lennék. Ez már több, mint izgalmas, több, mint erotikus. Messze a legizgatóbb, legijesztőbb, amit valaha is tettem. Rábízom magam erre a szép férfira, aki a saját bevallása szerint 50 árnyalattal elcseszett. Ez még egyszer le kellett írni. Igen, ez hangsúlyos, mert a cím is ez, ugye? Ja, ez a cím, nem áll, de durva. Hát én is Gray, és azért, hogy Graynek hívják, és azért... És a szeme is azért szürke. Wow. Ezért visel szürke öltönyt. Jó. Elnyomom a hirtelen rám törő félelmet. Kate és Elliot tudja, hogy itt vagyok. Christian egészen közel áll hozzám, amíg felerősíti a manzsettát. A mellkasára meredek, mennyei a közelsége, tusfürdő és Christian illata van. Megrészegít, és ez visszarángat a jelenbe. Szeretném az orromat és a nyelvemet a mellszőrébe dugni. Csak előre kell hajolnom. Christian hátralép, végignéz rajtam. Az arc kifejezése buja, érzéki, és én tehetetlen vagyok. A kezem megkötözve, de látva édes arcát, látva rajta a vágyakozást, azt, hogy szüksége van rám, elönt a nedvesség a lábam között. Christian lassan megkerül. Csodásan nézel ki így megkötözve, Miss Steel. És a nagy szád sem jártatod. Ezt szeretem. Ismét megáll előttem, ujját a bugyim alá dugja, és lassan, nem sietősen lehúzza, gyötrő lassúsággal vetköztet, és a végén előttem térdel. Nem veszi le rólam a szemét, miközben fogja a bugyit, az orrához emeli, és mélyen belélegez. Szentséges basszantyú! Ezt miért csinálta? Gonoszkodva rám vigyorog, és a farmer zsebébe dugja a bugyit. Feláll, puhán akár egy nagy macska. A lovaglóstor. Tiger King? Joe Exoticot képzeljük el helyébe. A lovaglóstor végével a köldökömre mutat, lassú köröket ír le, ezzel gyötör. Bőr érintésére remegek, felnyögök. Christian ismét megkerül, a testem közepén húzza végig az ostort. A második körnél hirtelen meglendíti, és megüti a hátsóm alatt.
a nemi szervemnél felkiáltok? Meglepeti, most ezt újra. Ez az? Direkt volt, ha? Felkiáltok meglepetésemben? Jim Carrey. Igen. Összes idegvégződésem vigyázba áll. Neki feszülök a békjónak. Egész testemben érzem a sokkot. Ez a legédesebb, legkülönösebb, leghedonistább érzés. Csönd. Mondja Christian, és ismét megkerül. Az ostor most valamivel magasabban van a testem közepén. Ez alkalommal már számítok rá, amikor ugyanazon a helyen megpöccint, megrándulok az édes csípés után. Amikor újra megkerül, a melbimbómat találja el. És én hátravetem a fejem. Az idegvégződéseim énekelnek. Baci, baci, tálka, baci, baci, tálka. Megüti a másikat. Ott egy macska vagy? Igen. Rálépett egy macskára. Ott egy nagy macska. Rövid, gyors, édes büntetés. A melbimbó megkeményedik, meggyúlik a támadás nyomán, és hangosan nyögdécselve rángatom a manzsettát. Jó resi. Igen. Bocs, belejött. Zihálja. Ja, most ja, még egyszer mondjam, hogy igen. Légy szíves, te még egyszer egy zihál van. Igen. Ismét megüt. Most a fenekemet. Ez alkalommal csíp az ostor. Igen, mi? Igen, uram. Nyöszörgöm. Megáll, de már nem látom. Lehúnytam a szemem, úgy próbálom magamba szívni a testemben áramló érzéseket. Az ostor apró, lassú harapás nyalásokkal záporoz a hasamra, s lefelé tart. Tudom hová, és próbálom felkészíteni magam, de amikor a csiklómat találja el, hangosan felkiáltam. Kérlek. Nyögöm. Csönd. Utasít Christian, és ismét a hátsomra csap. Betyár. Christian megközdi a bajszát. Igen. Nem vártam, hogy ez ilyen lesz. Elvesztem az érzések tengerében. És Christian hirtelen végighúzza az ostort a nemi szervemen, át a szemérem szőrömön, le a hüvelyem bejáratáig. De jó, hogy ezt én olvastam. Lát. Ja? Anna. Látod, hogy benevet belezzel már? Látod, hogy benedvesedtél rá, Anastasia? Nyisd ki a szemed és a szád. Megteszem, amit mond, teljesen a kezében vagyok. Christian a számba dugja az ostorhegyét, akárcsak az álmomban. Szent szar! Ízled magad. Szoplál. Szopd erősen, baby. Ide kurva gáz. Szám rázárul az ostorhegyre. A szemem az övébe mélyed. Érzem a bőr gazdagságát, és a saját izgalmam sós ízét. Christian szeme ragyog. Elemében van. Kihúzza az ostorhegyet a számból, megragad, és megcsókol. A nyelve behatol a számba. A karja köröttem magához húz. A melkosa az enyémhez nyomódik, és majd megőrülök, hogy megérinthessem, de nem tudom, megbékiózott a kezem tehetetlen fölöttem. Ó, Anastasia, csodás ízed van. Sóhajtja. Akarsz elmenni?
Kérlek. Könyörgök. Az ostor a fenekembe harap. Looney Tunes. Igen. Jaj, bassz meg. Kérlek, mi? Kérlek, uram! Jöszörgöm! Viadalmasan mosolyog rám. Ezzel? Felmutatja az ostort, hogy lássam. Igen, uram. Biztos vagy benne? Szigorúan néz rám. Igen, uram. Kérem. Úgy le a szemed. Kizárom a szobát, kizárom őt, az ostort. Apró mozdulatokkal kezdi. Az ostor harapva nyaldossa újra a hasamat. Lejjebb halad, puha, apró nyallantyúk a csiklómon. Ez a szót most látom először, és remélem utoljára. Hát van a nyallankakas, meg a nyallantyúk. Ezt nem tőled láttam. Jó volt. Ez sajnálom, ezt teszi velem, ilyen, James. Ez az éri egy szar vicc Gáspárok meg volt. 2020 kipipálva, oké. A csiklómon egyszer, kétszer, háromszor, újra és újra. Ezt felvetted és bejátszod? Nem, ez saját magam. Live. Élő fólé. Míg végül, ez az, nem bírom tovább, és diadalmas, ha hangosan egyetülve, elélvezek. Nőjes volt. Christian megtámaszt, amikor a lábam elenged. Az ölelésébe olvadok, a fejem a mellkosára támasztom, és nyávogok, gyöszörgök. Az orgazmus utórezgéseitől felemel, és hirtelen mozgunk. A karom még mindig a fejem fölött kikötve, a hátamon érzem a kereszt lakkozott, hűvös fáját, Christian pedig a farmer gombjaival babrál. Néhány pillanatra letesz, és a keresztnek támaszt, amíg felhúzza magára az óvszert, aztán megmarkolja a combomat, és ismét felemel. Emeld fel a lábad, kicsim, ölelj át vele. Olyan gyengének érzem magam, de azért teszem, amit mond. Átfonom a lábammal a csípőjét, ő pedig alám húzódik. Egyetlen döfés, és bennem van. Én pedig ismét felkiáltok, és a fülembe cseng folytott nyögése. Akarom. Ez nagyon szátod volt. Karom a vállán, és ő fölfelé döf. Jesszus! Jesszus, így nagyon mély. Újra, meg újra döf. Az arca, a nyakamon ziháló lélegzete, a torkomon. Érzem. Hollam. Érzem, hogy ismét készül bennem a robbadás. Jesszus, nem, nem lehet megint. Nem hiszem, hogy a testem elvisel még egy... lapozok. Még egy földrengető pillanatot. De nincs választásom, és azzal az elkerülhetetlenség érzettel, amely egyre ismerősebb már, elengedem magam, és ismét elélvezek. Kicsit variáljuk meg. Édes, gyötrelmes és intenzív. Elvesztem az öntudatom. Christian követ, összeszorított, foggal tör ki belőle a robbanás. Fekete alatt idegen. Próbálj meg bármilyen másságot kérni, összeszorított fogakkal. Erősen szorít közben magához. Gyorsan kihúzódik, a keresztnek támaszt, testével támogat. Leveszi rólam a manzsettát, kiszabadítja a kezemet, és mindketten a padlóra rogyunk. Az ölébe húz, dédelget, én pedig a mellére hajtom a fejemet. Ha lenne elég erőm, megérinteném, de nincs. Most leszem csak észre, hogy még mindig rajta a farmer. Szép volt, kicsi. Mormolja.
fájt. Zihálom. Alig bírom nyitva tartani a szememet. Miért vagyok ilyen fáradt? Azt várta. Bocsánat. Azt vártad, fájni fog. Súgja? Magához szorít és félretol egy szökevény tincset az arcomból? Igen. A legtöbb félelme csak az agyat szülőménye, Anastasia. Ez Will Smith lett közben, vagy? Igen, ja, igen. Cypher-ré! Elhallgat egy pillanatra. Csinálnád újra. Gondolkodom egy picit. A fáradtságtól ködös az agyam. Újra? Igen. Halka hangom. Még erősebben ölel. Helyes. Ahogyan én is. Mormolja, és gyengéden megcsókolja a fejem búbját. És még nem is végeztem veled. Még nem végzett velem? Szent Mózes! Nem létezik, hogy bírjam. Teljesen kimerültem. Alig tudom nyitva tartani a szemem. A melkasának dőlök, karjával, lábával ölel, és milyen biztonságban, kényelemben érzem magam. Vajon hagyja, hogy aludjak, netán álmodjak? Az arcom megrándul a butus gondolattól, és arcomat Christian melkasa felé fordítva belélegzem egyedülálló, fasz meg, egyedülálló illatát, és az orrommal megdörzsölöm. Azonnal megfeszül. Ó, a fenébe! Kinyitom a szememet, felnézek rá, rám mered. Ne tedd. Figyelmeztet. Elpirulok, és vágyakozva nézek vissza a melkasára. Végig akarom húzni a nyelvemet a szőrzetén, csókolni, és most veszem csak észre, hogy szanaszét néhány halvány kicsin kerek sepphely van a mellén. Bárányimlő? Hanyaró? Tűnődöm szórakozottan. Térdelj az ajtóhoz. Utasít, kiegyenesedik, és a térdére teszi a kezét. Gyakorlatilag elküld. Már nem meleg a hangja. Sután feltápászkodom, átbotorkálok a szobán, és letérdelek, ahogy parancsolta. Remegek, és nagyon, nagyon fáradt vagyok, és zavarodott. Ki gondolta volna, hogy ilyen kielégülés vár rám ebben a szobában? Ki gondolta volna, hogy ilyen kimerítő lesz? A végtagjaim kellemesen olmosak, kielégültek. Belső istennő, a ne zavarjanak táblát a szoba ajtajára. Oh, mi ez a mondat? Jelenzi a könyvet. Christian, a látószögem határán mozog. Szemem kezd lecsukódni. Unatkozik, Misty? Hirtelen éber vagyok. Christian előttem áll, összefont karral, mered le rám. Ó, a fenébe! Rajta kapott, hogy elszundikáltam. Ebből baj lesz. Felnézek rá, és a szeme meglágyul. Állj fel. És te is Anastasia. Isten. Biztos sem volt még ez a poén, oké? 2021 kipipálva, mert... Rossz poén, a jó poén. Parancsolja. Bizalmatlanul állok lábra. Christian néz egy kicsit, aztán megrándul a szája. Ki vagy, ugye? Szégyenlősen, pironkodva bólintok. Életerő, Misztil. Összeszűkül a szeme. Nekem még nem volt elég belőled. Emeld a kezed magad elé, mintha imádkoznál. Pislogok. Imádkozni? Nem. Imádkozni? Imádkozzam azért, hogy legyél elnéző velem. Miért kérdezem? Lehet, hogy így értelmesebb lenne, nem? Ne próbáld megjavítani a szöveget, azt nem lehet. Igen, bocsánat, így korrigálom, miközben felolvasom. Imádkozzom azért, hogy legyél elnéző velem. Teszem, amit mond. Előkap egy kötek kábelt, a csuklom köré tekeri, és meghúzza. Szent pokol! A szemem az övé felé reppen. Ismerős? Kérdezi, és nem is tudja leplezni a mosolyát. Jesszus! A műanyag kábel, amit Claytonnál vett!
minden világos már. Nekem most tett le az agyam. Ide kellene most a fűrészzene. Jó, 300 oldal múlva megjött a payoff, tehát azért ilyen James jó sokáig elhúzta, de izgultunk már, hogy mikor térülsz. Tényleg, ahogy Ákos mondja, ide kell a nagy szóri bíl a nagy zenével. Tátott szájjal nézek fel rá, és újra elönti a testemet az adrenalin. Oké, ez most felkeltette a figyelmemet. Immár teljesen éber vagyok. Van készenlétben olló. Felmutatja, hogy lássa. Bocs, egy pillanatot kérek. Hozol ollót? Nekem itt van, várja. Ez kicsit máshogy hangzott, de mondjuk, hogy olló volt. Igen, a Gáspárnél jobb lesz. Mm. Van készenlétben olló. Jó, oké. Azt hittem, ez van. Szóval, van készenlétben olló. Srácok, ebben nincs annyi jó, tehát szerintem tovább léphetünk ezzel. Jó, én csak várom, hogy Ákos olvassa a saját szövegét, amit valamennyire se sikerült neki. Oké. Felmutatja, hogy lássam. Ezért nem érte meg. Ez legalább olyan jó payoff volt, mint az elem. Igen. Bármikor levághatom rólad. Csak egy valami egér, vagy nem tudom, mi a faszom. Kis madár csipegeti a magokat. Jó, én megpróbáltam. Én mindent megteszek. Jó. Magasabb production. Próbálom széthúzni a csuklómat. A műanyag a húsomba vág, fáj, de amint ellazítom a csuklómat, már nem érzem. Nem bántja a bőrömet. Gyere. Kézen fog és az emeletes ágyhoz vezet. Most látom, hogy sötétvörös az ágynemű, és minden sarokban béklyók vannak. Többet akarok. Sokkal többet. Ez megmutatok. Suttogja a fülembe, és a szívem ismét zakatol. Öregem! Öregem, bazim, mi? Ez olyan, mint a jószág. Igen. De gyors leszek. Fáradt vagy. Fogd meg az oszlopot. Mondja. A homlokomat ráncolom. Szóval nem az ágyon leszünk. Kiderül, hogy szét tudom húzni annyira a kezemet, hogy megmarkoljam a díszesen faragott faoszlopot. Lejjebb. Utasít. Helyes. Ne engedd el. Ha elengeded, elfenekellek. Megértetted? Igen, uram. Helyes. Mögöttem áll, megmarkolja a csípőmet, aztán felemel úgy, hogy most előrehajolva markolom az oszlopot. El ne engedd, Anastasia. Keményen duglak majd hátulról az oszloppal tartalő súlyodat. Megértetted? Igen. Tenyérrel a hátsómra csap. Au, ez csíp! Igen, uram. Mormogom gyorsan. Így már jobb. Utána hagylak aludni. De szerencsétlen ne egyére nem bírta megegyezni, mit kell mondani. Igen. Karakterfejlődés. Aludni? Lihegek? Eszemben sincs most aludni. Christian gyengéden végig simít a hátamon. Olyan gyönyörű bőröd van, Anastasia. Súgja, lehajol, és végig csókol a gerincem mentén finom, pihekönnyű csókokkal. A keze a mellemre tapad közben, és a bimbómat az ujjai közé fogja, majd óvatosan húzni kezdi. Elfojtok egy nyögést. Egész testem válaszol. Életre kell a számára. Christian finom a harapja, szopja a derekamat. Az hogy lehet? Akkor a szája van ennek. Oké. Wow. Achievement allán. Derék ember ez a Christian. Az van, hogy ez a könyv ez annyira szar, hogy jobban fáj, mint Andrásnak a poénjai. Na, végre valami.
Megtaláltam tehát a legjobb pillanatot, amikor ezeket mondani kell. Ez a poénod, ez most jól esett. Aztán a pus után. Tehát azért létezik ez a könyv, hogy egyensúlyban legyen az erő. Igen. Az adásban. A bimbóm húzogatja, és a kezem megfeszül gazdagon faragott ágyoszlopom. Aztán Christian elenged, és hallom a fólia már ismerős szakadását. És Christian lerúgja a farmerját. Jét. Köszönjük, könyvtáros úr. Olyan ingellő szexi segged van Anastasia Steele, hogy én mit tennék vele? Végig simít a fenekemen, aztán az ujja lejjebb siklik, és belép csusszan. Wow. Nedves vagy. Soha nem okozol csalódást, Miss Steele. Elbasztam. Nem akarom hallani a rémálom hangot. Nedves vagy. Soha nem okozol csalódást, Miss Steele. Suttogja, és kihallom a csodálatot a hangjából. Erősen fogd. Ez gyors lesz, baby. A csípemet markolva elhelyezkedik, én pedig felkészülök a rohamra. De Christian előbb megmarkolja a cop végét, és a csuklójára tekeri, hogy végül a tarkomnál szorítva tartja a fejemet. Most én már összekeveredtem ebbe, de biztos ez egy valószerű szituáció lehet. Van értem. Igen, most nem látod a filmet, ez a baj. Igen, nem igen. Tudod. Ezután meg kell néznem. Hát. Újra. Igen, lassalhatol belém, és közben a hajam húzza. Ó, ez a teltség. Lassan ki is jön, és a másik keze a csípőmet markolja erősen. Aztán belém vágódik. Előrelök. Csavarsan a Steve-re! Kiáltja összeszorított foggal. Keményebben markolom az oszlopot, hátrafeszülök, ő pedig folytatja a könyörtelen rohamot, újra és újra döf. Újra a csípőmbe mar, a karom sajog, a lábam bizonytalan, a fejbőröm kezd elzsibbadni attól, hogy a hajamat húzza. És érzem mélyen bennem, ahogy felgyülemlik. Ó, nem! És most először félek az orgazmusomtól. Ha elélvezek, összerogyok. Hú, de izgalmas. Christian keményen mozog bennem. Légzése rekettes. Nyöszörög. A testem válaszol neki. Hogyan? Oké, okay. Nem értem ezt a mondatot, vagy kérdést, hogy mi. El kell engedni, már. És már mindjárt vége a fejezetnek. Köszönöm. Érzem a gyorsulást, de Christian hirtelen mélyen belém vág, majd megáll. Rajta, ja? Túlságosan benne vagyok. Igen. Nem csak te. Nyögi, és ahogy a nevem elhagyja az ajkát, az átlök a peremen, csupa spirális testi érzés vagyok, és édes, édes elengedés. Aztán teljesen, tökéletesen kikapcsolok. Tiririrű. Zseniás. Amikor észhez térek, rajta fekszem, Christian a padlón hever, én pedig rajta. A hátam ér a mellkasához, és a plafont nézem. Minden csupa szex utáni ragyogás, töredezettség. Ó, a karabinerek a plafonon. Gondolom szórakozottan, ezekről el is feledkeztem. Christian a fülemet rágcsálja. Ez miért? Igazi barátfüle? Emeld fel a kezed. Mondja lágyan. A
karom, mintha ólomból lenne, de azért felemelem. Christian kezében megjelenik az olló. És az egyik pengéjét a műanyag alá dugja. Ezen el, ezt baszd meg! Baszd meg! Köszönöm, hogy te olvasod. Megvan a fejezet legjobb mondata. Ilyen hivatalos hangon van, légy szíves. Baszd meg! Ezennel ezt az anát megnyitottnak nyilvánítom. Közli, és elvágja a zsinort. Huncogok. És dörzsölgetem a csuklómat. Érzem a vigyorát. Ez olyan imádni való hang. Mi? Hogy elvágja? Mondja vágyolt elve. Hirtelen felül, és magával emel, hogy újra az ölében ülök. Én tehetek róla. Mondja, és úgy helyezkedik, hogy dörzsölhesse a vállamat és a karomat. Finoman életet masszíroz a végtagjaimba. Mi? Hátra nézek rá, próbálom megérteni, mire gondol. Hogy nem kuncogsz gyakrabban. Nem vagyok kuncogos lány. Mocsogom álmosan. De amikor megteszed, Misztil, kész csoda, és öröm nézni. Ez nagyon virágos, ez van, írom mindenkinek? Nekem is az van, igen. Ez nagyon virágos, Mr. Gray. Mormogom, és alig bírom nyitva tartani a szememet. Elágyul a tekintete, elmosolyodik. Azt mondanám, rendesen meg lettél dugva, és aludnod kell. Ez egyáltalán nem virágos. Morgom játékosan. Elvigyorodik. Óvatosan leemel magáról. Majd feláll. De diadalmasan mezítelen. Egy pillanatra azt kívánom, bárcsak éberebb lennék, hogy igazán méltányoljam. Felkapja a farmert, belebújik. Nem akarom elrémiszteni Taylort vagy Mrs. Jones-t. Mondja. Nyilván tudják, milyen egy pervers csirkefogó. Elgondolkodtat a dolog. Lehajol, hogy felsegítsen, és az ajtóhoz vezet. Az ajtón egy szürke köntös lóg, nyilván. Türelmesen öltöztet, mintha kisgyerek volnék. Annyi erőm sincs, hogy fölemeljem a kezemet. Amikor már elfogadható a megjelenésem, lehajol, gyengéden megcsókol, és a szája mosolyra húzódik. Ágyba. Mondja. Ó, nem. Aludni. Teszi hozzá megnyugtatóan, az arcomat látva. Hirtelen felkap, és a melléhez bújva hagyom, hogy végig vigyen a folyosón a szobába, ahol korábban Dr. Zöld megvizsgált. Kimerült vagyok. Nem emlékszem, hogy valahogy is ilyen fáradt lettem volna. Christian felhagyja a takarót, lefektet, és ami még meglepőbb, mellén fekszik és magához húz. Te csodalány! Suttogja, és belecsókol a hajamba. És mielőtt bármilyen vicces megjegyzést tehetnék, már alszom is.